Most következő receptünk egy finom, friss és üdítő saláta, ami nagyon egyszerűen elkészíthető. Finn salátának hívjuk, biztos találkozott vele az, aki Finnországba járt, ott egy nagyon közkedvelt saláta. Rendkívül egyszerű az elkészítése, összesen két alapanyagból áll, a görögdinnyéből és a jégsalátából. Ehhez szükségünk van 4 szép szelet görögdinnyére, valamint egy fej jégsalátára, amit levelekre szedünk, és hideg víz alatt megmossuk. A jégsalátát egy tálban összetépkedjük kisebb kockákra, körülbelül. A jégsaláta egy nagyon finom, ropogós saláta, és ehhez nagyon jól illik a görögdinnye, mind színben, mind ízvilágban is. És különösebb öntet semmi nem kell hozzá, tehát elfoglalt háziasszonyok is nyugodtan elkészíthetik. A görögdinnyét pedig szintén kockákra vágjuk. Fekete magjait ugye kiszedhetjük, ezt nem mindenki szereti, bár aki szereti, az jól teszi, hogyha elfogyassza, hiszen abban is nagyon sok értékes anyag található, biztos, hogy nem hiába van bent a dinnyébe. És ha mindennel kész vagyunk, akkor csak összekeverjük a két hozzávalót. Amúgy nagyon jól passzol egymáshoz a semleges ízű saláta, és ez a enyhén édeskés, de szintén semleges ízű dinnye. Érdemes kipróbálni, jó étvágyat hozzá!